Délor világát könyörtelen zsarnokok szipolyozzák ki. A lakosság egyre fogyatkozik, a termés pedig évről évre egyre kevesebb. Éppen ezért a Bütykencs tanács úgy döntött, hogy néhány bátor harcost küld, hogy egyesével számoljon le a zsarnokokkal, és megszabadítsa ezt a gyönyörű világot. Sziasztok, én Dávid vagyok, ebben a videóban pedig a Too Many Bones fogom nektek bemutatni. Így néz ki játékmenet közben a Too Many Bones, hogyha ketten játszanátok. A Too Many Bones egy 1-4 fővel játszható kooperatív társasjáték, mely egy kitalált fantasy világban játszódik. De még mielőtt bármit mondanék a játékról, egy dolog szembeötlő lehet, méghozzá a játék minősége. Ilyenek például a pókerzsetonokra emlékeztető jelölők, de ilyenek például a neoprénből készült játékos táblák, amiken megvan a dobókockáknak a saját helyük. De a játékban található összes kártya plasztikból készült, ami azt jelenti, hogy nehezen kopik, illetve cseppáló. Sőt, minden játékelemnek megvan a saját tárolója, legyen szó a jelölőkről, illetve az egyedi dobókockákról. Mindezekből is láthatjuk, hogy tehát nem aprózták el a dolgot, hogyha a játékelemekről van szó, de magáról a játékmenetről is lehet ám mit mesélni. A Too Many Bones-ban a dobókockákért lesz a főszerep, azonban ez a játék ezt az ősi kis játékelemet igazán forradalmi módon használja. Nem csak harcolni és védekezni fogunk a dobókockákkal, hanem az egyedi bütykencsünk képességeit is dobókockákkal fogjuk kifejleszteni, sőt, minden egyes ilyen dobókocka egy-egy képességet jelöl a bütykencs számára, amit lehet fejleszteni, egymással kombinálni, és így tovább. Minden játék elején ki kell választani egy zsarnokot. Ez a zsarnok meg fogja határozni, hogy milyen szörnyekkel találkozunk utuk során, hány napunk van megtalálni őt, illetve hogy mennyi haladáspont kell ahhoz, hogy arénába tudjunk vele szállni. Ezen kívül minden zsarnokhoz tartozik egyedi eseménykártya, illetve mondanom se kell, mindegyik zsarnokot másképpen lehet legyőzni, tehát a végső harc minden zsarnoknál máshogy fog lefolyni. Miután kiválasztottuk, hogy melyik zsarnokkal szeretnénk szembeszállni, választanunk kell magunknak egy-egy bütykencset. Az alapdobozban 4 darab bütykencs található, mi például a Boomert, illetve Patchist hoztuk el nektek. Természetesen mindegyik bütykencs egyedi képességekkel rendelkezik és másba jó. Boomer például a nevéből is megítélhető, hogy egy robbantási szakértő, és távolról szeret gránátokat dobálni az ellenfelekre, de ahhoz, hogy gránátokat tudjon dobálni, először különböző alkatrészeket kell összegyűjtenie. Patchist a csapat healere, azaz a többieket fogja gyógyítani, viszont az orvosi táskájában vannak különböző mérgek, amivel viszont az ellenfeleit tudja majd hátráltatni, sőt, nagy isten meg is öli őket. Tantrum a csapat dühkezelési problémákkal küzdő tagja, ő annál hatékonyabb, minél dühösebb, ezért fel kell magát dühítenie ahhoz, hogy nagyobbakat tudjon ütni. Csapat utolsó tagja Pikit, aki egy igazi tank, tehát az ő feladata az, hogy előre menjen és felvegye az ütéseket, amit például a Boomer hátulról dobálja a gránátokat. Mindegyik bütykencsnek van 4 tulajdonsága, ez a védekezés, támadás, ügyesség, illetve életerőpont. Ezeket lehet külön-külön fejleszteni, de ami a játék legizgalmasabb része és az igazi savaborsát adja, az, hogy mindegyik bütykencsnek vannak saját szakértelmei, amiket lehet fejleszteni. Természetesen nem lesz lehetőségünk az összes szakértelmet megnézni egy-egy játszma során, a Too Many Bones egyik nagy előnye az, hogy bátran enged minket kísérletezni, kitapasztalhatjuk, hogy melyik szakértelm a kedvencünk, melyik amit ki szeretnénk próbálni, illetve melyik szakértelm a leghatásosabb az egyes zsarnokok, illetve ellenségekkel szemben. Sőt, azt is érdemes kitapasztalni, hogy egy adott zsarnok ellen melyik szakértelm a hasznos, de azt is érdemes átrágni, hogy ki melyik szakértelmét fejleszti, ugyanis bátran lehet őket kombinálni egymással. Például, mivel Boomer távolsági harcos, ezért távolról dobálja a gránátait, érdemes egy ilyen bütykencset mellé állítani, aki közelharcba jó, vagy éppen tudja ők távolról segíteni, mint például Patchist vagy Pikit. Minden forduló, azaz minden nap elején húzni kell egy ilyen találkozáskártyát, aminek az egyik oldalán egy történet lesz írva, másik oldalán pedig választási lehetőségek. Attól függően, hogy hogyan választotok, azaz, hogy békésen vagy harciasan próbáljátok megoldani az adott problémát, jutalmat fogtok kapni különböző tárgyak formájában. Értelemszerűen, hogyha valamit békésen szeretnétek megoldani, akkor kevesebb jutalom jár, viszont hogyha harccal oldjátok meg a helyzetet, akkor nehezebb lesz a dolgotok, viszont nagyobb lesz a jutalom. Haladási pont mellett a másik fontos jutalom a tárgyi jutalom lehet, ami két formában jelenik meg a játékban. Az egyik ilyen tárgytípus az úgynevezett zsákmányok, amik általában egyszer-kétszer használatos tárgyakat biztosítanak a számotokra, hasznosak lehetnek, viszont nem igazán erősek. Másik nagy csoport az úgynevezett leletek, ezek már jóval erőteljesebb fegyverek, viszont ezeknek fel kell törni a hozzájuk tartozó ládát ahhoz, hogy használni tudjátok. Viszont, hogyha sikeresen fel tudjátok törni a ládát, akkor a benne lévő lelet a tiétek lesz, és rendkívül hasznos társatok lesz az utatok során. A harc a játék egyik nagyon fontos eleme, ami ezen a csatatéren fog lezajlani. Egyszerre maximum 4 szörnyet tudtok összecsapni, a szörnyek pedig 1-es, 5-ös, illetve 20-as erősségűek lehetnek, értelemszerűen minél nagyobb a szint,
annál szívósabb és erősebb az adott szörny. Ezen a csatatéren fogtok mozogni, illetve különböző támadás, védekező és szakértelen kockákkal sebzéseket kiosztani a gonoszoknak. Értelemszerűen az lesz a célotok, hogy minden egyes szörnyet lepucoljatok a tábláról, és megszerezzétek a jutalmat, a végső cél pedig az, hogy összetűzésbe kerülhessetek a zsarnokkal, és őt is a föld alá tudjátok küldeni. Ezt elfelejtettem mondani, hogy miért Too Many Bones, azaz túl sok csont a játék neve. A legtöbb kockán található egy ilyen csontikon, ha ilyet dobsz, azzal nem tudsz se védekezni, se támadni, viszont, hogyha szépen összegyűjtöd őket, akkor egyre erősebb, különleges képességre tudod őket felhasználni. Így működik, tehát nagyon nagy vonalakban a Too Many Bones, ami egy igazán komplex, kooperatív társasjáték. Rengeteg szabálya van a játéknak, viszont nem kell megijedni, a játék úgy próbál nektek segíteni, ahogy csak tud. Például ilyen nagyon részletes segédletekkel, ami leírja, hogy hogy néz ki egy kör, leírja azt, hogy milyen hatásai vannak a különböző gonoszoknak, de ilyen segédlet minden egyes bütykenshez is jár. És kiknek ajánljuk a játékot? Elsősorban azoknak, akik szeretik a komplex stratégiai kooperatív játékokat, illetve azoknak, akik szeretik, hogyha a gyűjteményüket igazán prémium minőségű játékok díszítik. Ha megtetszett a játék, megtaláljátok szaküzletünk polcán, illetve a webshopunkon. Hasonló videós tartalmakért iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, de megtaláltok minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. A következő videóig dübörögjenek a dobókockák, én Dávid voltam, sziasztok! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!